Folytatódott a Vörösmarty Színház Előhang című új kulturális beszélgetés sorozata. Erdély Teréz moderálásával a meghívottak, Bagó Beltalan rendező és Varga Lilia darab szereplője, az először 1970-ben színre került legendás Szakonyi Károly dráma, az Adáshiba korfüggetlen kulcsmű megszületésének körülményeit, történetét mesélték el. Onnan ismertetik meg, hogy egy jó darab az nem csak a saját korában szól nagyot, amikor éppen játszódik, hanem később is, tehát örökörvényű kérdésekkel foglalkoztat. És sajnos, ezt írta a Szakonyi Károly, játszódik 1970-ben, sajnos. Most ezt mondhatnám, hogy játszódik 2023-ban, sajnos, mert az alapkérdése és az alapfelvetései, azt gondolom, és kicsit szomorúan hozzáteszem, ez továbbra is érvényes tud maradni. Varga Lilia kis Aci szerepében akár lehetne csacska kirakat baba is, de nem, ő egy olyan ívet ad, ami figyelmeztet, hogy bár megélhetünk a magunk választotta idézőjeles eredetiségben, de ha érdektelenek vagyunk, nincs menekvés, ami fél évszázaddal a darab bemutatóját követően is egyértelmű. Az alaphelyzet nem, minimálisan változtattunk rajta, közelebb hoztuk valamelyest a nézőkhöz. Mindenki ebben a olyan értelemben vett technikai hatalomban él, és nem nagyon figyelünk egymásra. És nem csak, hogy nem figyelünk egymásra, hanem mindenki a saját gondolataiban van elmerülve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel így is színpadon is szembesüljünk. És hogy nagyon érdekes, hogy ezek a technikai vívmányok, hogy mennyire figyeli az ember, és ott van mindig a gondolataiban. Szakonyi Károly a darabban olyan kivételes beleérzéssel, dramaturgiai tudással, megjelenítő és ábrázoló képességgel beszél a világról, olyan eleven erővel idézi meg zavaró felhangok nélkül egy kispolgári család viszonyrendszerét önmagához, ami 2023-ban is hiteles.